azokat, akik ennek a zord időnek ellenére is eljöttek ide, hogy együtt emlékezzünk a 61 évvel ezelőtti eseményekre. Kérem, hogy ünnepségünk elején énekeljük el a himnuszt. Isten áld meg! Testeken gázol, páncélszörnyek hernyét tartva. Szovjet tankokra vért apad, és ott feküszkök halva. Halva! Megölték a gyerekeinket, a hősöket, mert szembeszálltak. Bolsevista bitangok hada, nemzetgyilkossá váltak. Ezt a vért nem mossa le évezredek ítélőszéke. És egy napon fegyvert ragad a világnak minden népe. Példát tesz róla kisfiú, te Vézna iskolás gyerek. Aki beszóltál a konyhába, anyu, most tüntetni megyek. Kiragadnak, ismét miénk, ismét miénk, ismét miénk. A Pesti utca, ismét miénk a bátor ének, parancsolatlan tiszta szívvel, a fegyverek szemükbe néznek, kire lövetsz belügyminiszter. Piros a vér a Pesti utcán, munkások ifjak vérez. Piros a vér a Pesti utcán, belügyminiszter kitől vett. Zászlóink fönn újjunk a csapnak, kiborulnak a széles útra. Sejem színeik kidagadnak, ismét miénk, ismét miénk, ismét miénk. A Pesti utca,
nagy tisztelettel felkérem polgármester asszonyunkat, Szórád Gyulánét, tartsa meg ünnepi megemlékezését. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki jelenlétével megtisztelte ünnepségünket és azokat, akikre emlékezünk. Az 1956-os forradalom mára igazi történelmi eseményé vált. Az ország lakosságának nagy része, különösen a fiatalabb generáció már csak a történelemkönyvek lapjain, ismeretterjesztő műsorokban, nosztalgiázó idős emberek visszaemlékezéseiben és ilyen ünnepi beszédekben találkoznak 1956-tal. Ez részben így van rendjén, hiszen 61 évvel ezelőtt történt eseményekről van szó, a forradalom résztvevői és tanúi közül egyre kevesebben vannak már közöttünk. Október 23-a Magyarország legfiatalabb ünnepe, ahol azokat az emberi tulajdonságokat ünnepeljük, amit úgy neveznek, hogy igazságérzet, hazaszeretet, becsület, önfeláldozás. És egyben azokat a fogalmakat ítéljük el, mint hazugság, hazaárulás, megaláztatás, eltiprás, szabadságkorlátozás, és még sorolhatnám, mert sajnos vége láthatatlan azon szörnyűségeknek a tárháza, amiben akkor az embereknek létezniük kellett. Az 1956-os forradalom történelmi azon ritka pillanatai közé tartozott, amikor szinte az egész ország egy emberként lépett fel egy közös ügy érdekében. A közös ügy a sztálini típusú diktatúra elsöprése és a szovjet megszálló csapatok kivonása volt. 1956. októberének utolsó napjaiban e két célért küzdött mindenki, ki szóval, ki fegyverrel. Mégis a forradalom kirobbantóinak és résztvevőinek egészen különböző elképzelései voltak a jövőre nézve. Mást akart Nagy Imre, a később kivégzett miniszterelnök, mást vártak a gyárakban megalakult munkástanácsok tagjai, más céljai voltak a fiatal íróknak és újságíróknak, és megint csak más célok vezérelték a barikádokon harcoló munkásokat és diákokat. Voltak, akik egy új, de továbbra is szocialista rendszert akartak létrehozni, lényegében ez volt a célja a kormánynak is, amelynek tagjai között egyaránt voltak kommunisták, kisgazdapártiak, szociáldemokraták és más politikai irányzatok képviselői. A vidék parasztsága természetesen nem a háború eredményes nagybirtok rendszerét akarta visszaállítani, de nem is az erőszakkal létrehozott TSZ-ekben akart dolgozni, hanem saját földjén kíván gazdálkodni. A gyári munkások sem a régi tulajdonosoknak szánták a gyárakat, hanem saját kezükbe akarták venni a termelés közvetlen irányítását. Az írók, újságírók, művészek csupán szabadon szerettek volna élni és alkotni. Két dologban azonban mindenki egyetértett, véget kell vetni a kommunista diktatúrának és a szovjet megszállásnak. Ezért vállalt miniszterelnökséget Nagy Imre, és miniszteri tárcát sok kiváló ember, ezért fogtak fegyvert a pesti srácok, a Korvin közben, a Szénatéren, valamint Budapest és az ország számos pontján. Ruszkik haza! Ez a jelszó zengett országszerte, és néhány napig úgy tűnt, a szovjet csapatok valóban kivonulnak az országból. Nagy Imre miniszterelnök bejelentette, hogy Magyarország kilép a Varsói szerződésből, és deklarálta az ország semlegességét. Hamarosan kiderült azonban, hogy egy szovjet csapatok kivonása Budapestről csupán taktikai lépés volt. November 4-én a szovjetek letartóztatták a tárgyalásokra érkező Maléterpár honvédelmi minisztert, majd hajnalban megindult a megállíthatatlan offenzíva Budapest ellen. Magyarország egyedül maradt. Az adott külpolitikai helyzetben nem számíthatott külső segítségre. A hidegháború törékeny egyensúlyát a másik szuperhatalom, az Egyesült Államok sem merte megbolygatni. Nagy csalódás volt ez Magyarország népének, akik napokon át hiába várták a Szabad Európa Rádió által ígért amerikai ejtőernyősöket. A forradalom vérbefolytását azonban megelőzte 10 reménnyel teli nap. Minden résztvevő úgy érezte, hogy történelmet ír. Sok ezren érezték úgy, hogy cselekedeteikkel hozzájárultak egy új, szabadabb ország létrehozásához. Tisztelt emlékező! 1956. októberre hazánk történelmének egyik legsötétebb időszakát zárta le.
a Rákosi Mátyás vezette magyarországi sztálinista diktatúra teljesen áthatotta a mindennapi életet. Senki sehol nem volt biztonságban, a munkahelyeken, az iskolákban, az utcán, sőt még saját otthonainkban is a besúgóktól és az ABH-tól rettegett szinte mindenki. Ezek kerültek hamis, időnként teljesen abszolút vádakkal az államvédelmi hatóság börtöneibe, ahol kínzások, sok éves börtönbüntetés, vagy éppen halálos ítélet lett a részük. Családok százait telepítették ki lakásukból, és ezreket zártak bírósági ítélet nélkül évekig internáló és kényszermunkatáborokba. És azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a hatalom látványos jelei mindenütt jelen voltak. A vörös csillagok, a Rákosi és Sztálin képek formájában. 1955. október 22-én, amikor a műegyetemisták megfogalmazták követeléseiket, 14 pontjuk jól tükrözte, mit tartottak a legégetőbb problémáknak. Új kormány létrehozását követelték Nagy Imre vezetésével. Több párti választásokat, a szovjet csapatok kivonását, a gazdasági élet átszervezését, a politikai és gazdasági perek felülvizsgálatát, a kommunista vezetők elsősorban Rákosi szerepének kivizsgálását, teljes vélemény és sajtószabadságot. De fontosnak tartottak olyan szimbolikus intézkedéseket is, mint a Kossuth címer bevezetése a szovjet címerre nagymértékben hasonlító államcímer helyett, március 15 és október 6 nemzeti ünnepén nyilvánítása és a Sztálin szobor eltávolítása. A következő napokban e követelések többsége a rövid időre is beteljesült. 1956. októberében nagyon sok embernek kellett egész életére kiható döntést hoznia. Volt, akinek ez a döntés később az életébe került, másoknak hosszú börtönéveket vagy több évtizednyi emigrációt jelentett. A harcokban a titkosítás alól 1993-ban feloldott statisztikai adatok szerint 2652 magyar és 720 szovjet állampolgár esett el. A forradalom következményeként körülbelül 4 millió magyar hagyta el az országot, nyugatra menekülve. 1957. januártól a forradalom résztvevőit tömegesen börtönözték be, majd sokukat kivégezték. A brutális megtorlást és a magyar nép elnyomását az ENSZ és a világ közvéleménye egyaránt elítélte. A forradalom leverését követő évtizedekben Magyarországon tilos volt erről az időszakról beszélni, ellenforradalomnak bélyegezték. 1989. október 23 óta ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep Magyarországon. Az 1956-os forradalom kitörésének és az 1989-es Magyar Köztársaság kikiáltásának napja. Tisztelt jelenlévők! Ma elsősorban azok emléke előtt tisztelünk, akik azért áldozták fel szabadságukat, sőt életüket is, hogy megteremtsenek egy szabad, független, demokratikus országot. Nem rajtuk múlt, hogy akkor, 1956-ban ez nem sikerülhetett. Mégis hatalmas részük volt abban, hogy ma, 2017-ben egy szabad, független, demokratikus Magyarországon élhetünk. Köszönöm figyelmet! Koszorúznak Nógrád község önkormányzata, Nógrád község szlovák nemzetiségi önkormányzata, a római katolikus egyházközség, Nógrád szíve hagyományőrző baráti köregyesület, Nógrád község hagyományőrző klub egyesülete, Nógrádi polgárőr egyesület, Nógrádi önkéntes tűzoltó egyesület, Nógrádi napraforgó hagyományőrző és szociális egyesület, Nógrád várának megmentéséért alapítvány,
és Nógrádia Nógrádért alapítvány. Kérem tehát, hogy fáradjunk a kopjafához, hogy elhelyezhessük a hála és megemlékezés virágait. Thank you.
Köszönöm szépen mindenkinek a részvételével, megtisztelte ünnepségünket, további békés ünneplést kívánok mindenkinek.